milyen kezdeményezése van, a CSR kezdeményezése, miért akarja kérdezni, vagy miért akarja kommunikálni. Mert biztos, hogy ez az, amaz fog valami most érzének érdelet, akkor már is hatod. Tehát nem kommunikálsz most, tehát ez az egyik hozzáfűzni való lesz kevesebb értelem, viszont a CSR kezdeményezés azért fontos, mert ebből tudsz kiindulni. Tehát, hogyha van egy új projektem, mi a CSR kezdeményezésnek akár elhatott is ezt tapasztaltuk, hogyha van egy pozitív visszajelzés, amit kívül mondok, hogy ez a projektem jó, akkor azt mondom, hogy nézzük már meg, hogy jobb projektem van, akkor sem a szociális, akkor meg sem a stratégiát sem tudjuk kiegészíteni. Viszont ehhez nekem kommunikálni kell, és pozitív visszajelzésnek kell érkezni a közösség részéről. Az egy másik dolog, hogy a közösségben ilyen értékben alakul ki, talán úgy lehetne mondani, hogy valóban, tehát növekedő demokratikus erők elkerülnek, de úgy van őket és a tőzegoldás felé már akkor lesz a mennyiség és minőség erő, hogy kénytelen a politika, és itt nem csak kormányzati pártok értek, hanem az ellenzéki pártok is foglalkozni ezzel a kérdéssel. De ugyanis itt Magyarországon nem a keretrendszernek meg először, hanem egyéb projektet lettek meg, és annyira, amit mondok, egyetértek a belutaszkolóval, tehát amit nem tudom, hogy belemennem, hogy milyen játékban a cégként, akkor nagyon nehéz bizonyos dologhoz csatlakozni, vagy célt elérni. Tehát akik az üzleti szektor, tehát most már 8-10 éves projektet csinál, akkor csak az lesz belőle, mint amit mondtam az elején, ennek a klubnak az elején volt, ott vagyunk egy úgynevezett társadalmi szervezet a bizottsági gyűlésen, és a civil szektor nem tud ennek a kezdeményezésekről. Ugyanezt javasolja, ami már az üzleti szektorban néhány éve folyik. És elmondja ezeket a problémákat, annak bizonyos szektorban, mert vannak megoldások, tudok neki egy hangfeszközt adni, tudás, hogy megold ezeket. Ugyanakkor pedig a szektorok nem kommunikálnak ilyen szempontból. És egy picit a biotenerő utalban, azt mondom, hogy Sándor mondta fel az adásában, Japánban, ugye az alsó, aki alsó felfelelő kerül a cintelésekén alapján, ugye az alsó 5%-ban kerül, akkor az törvénytelenné válik a működésétet, nem szerint. Tehát lehet, hogy ez drasztikus, de lehetne ezt szélszállatom is, akiknek nincs szélszállat, tevékenységgel, kedvegyezéssel szigetel, állapotosság tekintetében, akkor ott is valami szankció legyen. A szankciók helyett az ösztönzőket mindig tovább a pozitívak. Mert hogyha pozitív ösztönzők vannak, adókedvezmény, stb. Ami hozzá tartozik, vagy versenyelményen számozik, versenyképességgel számozik, tehát a közösség nekem is, mint cégként pozitívan jelez vissza. Nagyon szép, hogy a cégeket kapok cégként, azt is tudjuk, hogy beszéltünk, hogy a gazdasági alapok nagyon fontosak. Tehát nekem működnek kell. Pénznek, hogy egy gazdasági alapok, de akkor egy cégnek nem lehet. Tehát amiről beszéltünk, hogy talán a fenntarthatóság is, az első ellen a gazdasági fenntarthatóság, ez összefügg azon is, hogyha én felelősen működöm, fenntartható módon működöm, valamilyen módon ez az alsó alapbázisban, a gazdasági fenntarthatóságban kapja valamit vissza. Hogy nem gazdasági vagy ezekről van szó, hanem az, hogy úgy tudok adni, hogyha van miből adni. Tehát nem tudok gazdasági szektorként állami szektornak adózni, civil szektornak adni a pályázat az életet, ha nincs gazdasági alapja. És ez összefügghet azzal, hogy én felelősen fenntartatom működök, akkor legyen versenyelő ilyen gazdasági előnyésemből. És itt fogjuk majd szerintem folytatni a politikai terekasztalnál, visszatérve arra is, hogy milyen stratégia van vagy nincs CSR tekintetében, vagy hogy a ketté vettékben van ilyen fenntarthatósági nevelési stratégia, mi a kettő között az összefüggés, találtak összefüggést vagy a politikai szintére, és milyenről a